Drágul a sertéshús. Egyelőre csak a felvásárlási, de nem sokára a fogyasztói árakban is érződhet az áremelkedés. Függőség. A 18 éves korosztály közel 3/4-e napi rendszerességgel fogyaszt koffeint. Energiahatékonyság. 142 millió forintból korszerűsödött a nyíregyházi Évisz. Öt-8%-kal is drágulhat a sertéshús ára a közeljövőben. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A vágóhidak és a kereskedők egyelőre kompenzálják a sertéshús felvásárlási árának jelentős növekedését, de a drágulás hamarosan a boltokban is megjelenhet. Az élő árak ugyanis akár harmadával is emelkedhetnek a folytatásban. Az akár évekig is eltartó folyamatot a sertéspest is okozza. Táblán a sertéshús árak. Ebben az üzletben nem drágult az áru az elmúlt hónapokban, ahogy sok más helyen sem érezni még az emelkedést, miközben a felvásárlási árakban drasztikus 30% körüli drágulás ment végbe egy év alatt. Egyelőre nem csapódott le a értékesítési sertés karaj sertés szomnál, de ezt valamilyen szinten a vágóhidak, valamilyen szinten a kereskedők kompenzálják. A további áremelést viszont a felvásárlási áremelkedését valószínűsíthető módon a vevők felé a fogyasztói áremelkedését fogja indukálni. Az üzlet tulajdonos elmondása szerint már pedig 30%-os élő áremelkedést is prognosztizálnak az ágazatban, amit már nem valószínű, hogy lenyelnek a vágóhidak és az értékesítő cégek. A hírek szerint ez rövid időn belül 5-8%-os dráguláshoz vezethet a bolti árakban. A vásárlók egyébként tavaly óta 15-20%-os emelkedést tapasztalhattak. Közülük sokan ennek okát is csak találgatják. Hát biztos, hogy ez az időjárás, ez a rendkívüli meleg, szárazság, takarmányárakban azért drasztikus emelést okoz, és ez biztos, hogy begyűrűzik ebbe a húsárba is. A béremelés is természetesen ezek mind összejátszanak. A fő ok azonban a Kínában tomboló sertéspest is, ami miatt gyakorlatilag összeomlott az ágazat. Ennek pedig azért van jelentősége, mivel az ázsiai ország a világ legnagyobb disznóhús termelője és fogyasztója. A Magyar Hússzövetség elnöke a 24.hu-nak azt nem tudta megmondani, hogy mikortól és mennyivel emelkedhet a pörköltnek való ára. De a folyamat elkerülhetetlennek látszik, ráadásul tartós is lehet, mert a sertéspest is globális hatása még egy ideig érződni fog. Ez azt jelenti, hogy akár évekig is drága maradhat a sertéshús. Letartóztatták az orosi gyilkosság gyanúsítottját, a nyíregyházi járásbíróság nyomozási bírája szerda délelőtt. Az aljas indokból több ember sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt indult eljárásban, elrendelte az orosi kettős emberölés gyanúsítottjának a letartóztatását szeptember 28-áig. A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmény jellege kiemelkedő tárgyi súlya miatt indokolt a büntetlen előéletű gyanúsított letartóztatása, mert szabadlábon hagyása esetén fennáll annak a veszélye, hogy a hatóság elől elszökne, elrejtőzne, a büntető eljárásban elérhetetlenné válna. A nyomozás iratai szerint a gyanúsított 2019 júliusában tudomást szerzett arról, hogy a felesége és az ifjabb enyé között érzelmi kapcsolat alakult ki. 2019. augusztus 26-án a déli órákban történt az, hogy a gyanúsított felesége felkereste az ifjabb sértettet az orosi lakóházánál, ahol közöttük szóváltás alakult ki. A nő hazament, és a férjének, a gyanúsítottnak beszámolt a történtekről, és sérelmezte azt, hogy ifjabb Enyi lekezelően beszélt vele. Féltékenységből, illetőleg a lekezelő magatartás miatt a gyanúsított autóba ült, magához vette az engedéllyel tartott golyós vadászpuskáját, és az ifjabb sértett orosi lakóházához ment. A férfi az udvaron tartózkodott, a gyanúsított pedig a gépjárművéből egy célzott lövést adott le az udvaron tartózkodó sértetre. Ez sikertelen volt, a fiatalabb sértett a lakóházába menekült. Ezután a gyanúsított kiszállt a gépkocsijából, és az ajtón keresztül lelőtte a fiatalabb sértettet, aki a helyszínen életét vesztette. A lövéseket meghallotta a fiatalabb sértetnek az édesapja, aki a szemközti házban lakott, kiment az utcára, ezt meglátta a gyanúsított, és az idős férfira, az édesapára is célzott lövést adott le a vadászpuskájával, ez nem volt sikeres. Ezután az idős férfi az utcán felelősségre vonta
a gyanúsítottat szóváltásba keveredtek, majd amikor hátat fordított az idős férfi a gyanúsítottnak, a gyanúsított egy célzott lövéssel a férfit hátba lőtte, aki a helyszínen meghalt. Ma már a 10 éven aluliak ötöde fogyaszt napi rendszerességgel koffeint. A 18 éves korosztállyal bezárulak pedig 68%-os ez az arány, hangzott el a Nyíregyházi Járás Egészségfejlesztési Irodájának rendezvényén. Bár a stimuláns szerek hatására éberebbé és aktívabbá válhatunk, a pihenés kihagyása hosszú távon súlyosan egészségkárosító lehet, közölte a szakpszichológus. A konferencián több mint 50 szakember vett részt. Az előadás célja az volt, hogy túlmutasson a legtöbbször emlegetett alkohol és drog problémákon, és felhívja a figyelmet mindennapjaink egyéb káros függőségeire. A Nyíregyházi Járás Egészségfejlesztő Irodájának vezetője elmondta, a fiatalok körében ma már egyéb addiktív tevékenységek is figyelmet érdemelnek. Szerettünk volna a működésünk során egy olyan konferenciát szervezni, ami kifejezetten a függőségekre fókuszál, és nem az eddig ismert és körbejárt függőségekre, mint például a kábítószerfogyasztás, dohányzás, hanem szerettünk volna új keletű dolgokat megmutatni a meghívott szakembereknek. Nevezetesen ezen a konferencián hallhatnak majd az energiaital függőségről, az internet és a média használatnak a függőségéről, és hát egy újszerű függőségről, amelyet kevesen járunk körbe, de elég sokunkat érint ez a munka. A túlzott koffein bevitelre a mindennapok gyors tempója és az ebből fakadó követelmények késztetik az embereket, véli a szakember. A stimuláns szerek hatására éberebbé, aktívabbá válhatunk, ugyanakkor a pihenés kihagyásának ára van. Hosszú távon súlyos egészségkárosító hatása lehet a mértéktelen kávé és energiaital fogyasztásnak, hangzott el a konferencián. A koffein tartalma miatt az energiaitalok is nagyon jelentősen előre jöttek a piacon, és nagyon magas az energiaitaloknak a fogyasztása. Tudjuk, hogy nagyon sok vita van a médiában, hogy függőséget okoz, vagy nem, jó nekünk, ha iszunk, vagy nem. Igazából ezt próbáljuk most egy kicsit körbejárni az orvos szemével, vagy az addiktológus szemével, hiszen észrevétlenül is becsempészülik az életünkben a függőségek sorozata. Nagyon sokat dolgozunk, nagyon kevéssé figyelünk magunkra, vásárlásra jutalmazzuk magunkat, testedzésfüggők vagyunk, tehát valójában minden olyan cselekedet, ami a normál életbe beletartozik, egy vékony határ után átmehet kényszeres viselkedés formába, függőségbe. Az ellátogató szakemberek az alapellátásban, a közszférában, valamint az oktatásban kamatoztathatják a konferencián hallottakat. 142 millió forintból korszerűsítették a nyíregyházi éviszt. Az intézmény épületében homlokzat, lábazat, padlásfödémszigetelés történt, valamint lecserélték a külső nyílászárókat, a radiátorokat és a kapcsolódó rendszer elemeket. A beruházás eredményeként az energiára fordítandó költségek jelentősen csökkennek a közeljövőben. 1920-ban épült katolikus iskolaként a mai Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi vízügyi szakgimnázium 1969 óta működik éviszként. Azóta nem volt nagymértékű beruházás az épület életében. Most azonban egy közel 630 millió forintos toppos pályázat részeként 142 millió forintból jelentősen megújult az intézmény. A városvezetés kiemelten támogatja a gyerekek nevelésének, oktatásának támogatását, itt az infrastruktúrális körülményekre gondolok, hiszen itt is teljes fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, illetve hát az akadálymentesítéstől kezdve homlokzati szigetelésig olyan beruházások történtek, amiknek kettős haszna van. Az elsődleges közvetlen cél a fűtési rendszer fenntartási költségeinek csökkentése, másrészt az iskolai oktatás és nevelés körülményeinek javítása. Most jelenleg a mostani beiskolázásunkkal együtt 525 nappal is diákunk van, és még jelentkezni ugye lehet hozzánk többféle ágazatba, a felnőtt oktatási keretén belül felnőttekkel együtt olyan 650 fő a diák létszám. Ezt kell nekünk kiszolgálni. Én úgy gondolom, hogy vannak egyedi képzéseink is, tehát a építészet mellett ugye a vízügyi képzés az itt a legközelebb hozzánk, Szolnokon található, illetve Békés Csabán. Tehát a környék vízügyi képzésének, illetve szakemberének a javarészét is mi látjuk el. A bajai víztudományi kardiákjainak 70%-a például a nyíregyházi évvízből érkezik. Ezért is foglal el fontos helyet az oktatási intézmény a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményeinek sorában.
ezért korábban egy országos projekt részeként napelemrendszert is telepítettek a tetőre. Azt mondom, kiemelkedő az iskola, mert ugye egyedi profillal rendelkezik a centrumi iskolai közösség. Azt mondta, igazán is a megyében, tehát a régióban is egyedi közösség struktúrával bír. Építőipar, vízügy, környezetvédelem, ugye ez nagyon messze van a legközelebb iskola, ami igazából ilyen gyerekeket képez. És ennek köszönhetően is igazából jó gyermekeit vannak, jobb beiskolázási arányuk és rendelcsős versenyeik vannak. A kivitelezési munkálatok zavartalanul befejeződtek. Szeptember 2-án fennakadás nélkül kezdhetik meg az iskolát a diákok. Már lehet foglalni a téli utakra, ahogy a nyári üdüléseknél, ezeknél is az előfoglalási szezon elején érhetőek el nagyobb kedvezmények. Engedmények a szállás és a transfer árából jönnek le, de általában a repülőjegyhez is olcsóbban lehet ilyenkor hozzájutni. A last minute ajánlatok kínálata a téli utaknál jóval szűkebb. Javában tart a nyári utazások szezonja. Vannak, akik éppen most csomagolnak, mielőtt hamarosan repülőre szállnak. Közben sokan már a téli vagy tavaszi üdüléseiket tervezgetik. A hideg időben ilyenkor a legtöbben olyan helyre utaznának, ahol napsütés és meleg várja őket. Számukra jó hír, hogy elindult a téli utak előfoglalási időszaka. A pihenés tervezők a szervezést illetően két forma közül választhatnak. Van, amikor vannak az utazási csomagok, amit a nagy túroperátor cégek, benne van a nevében is, csomagként értékesítenek. Itt is jelentős előfoglalási kedvezmény van. A csomag azt jelenti, hogy a részvételi díj tartalmazza a retó repülőjegyet, szálloda, repülőtér közötti transfert, szállást megadott éjszakára, ellátást. Tehát ez a komplex csomag. Erre is vannak előfoglalási kedvezmények. A másik lehetőség, amikor mi, mint Retro Holiday utazási iroda, mi vagyunk a túroperátorok, és kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy a nagy légitársaságok lényegesen kedvezőbb áron értékesítik a téli repülőjegyeket. Ehhez a szállást és a transfert az utazási irodák szintén előfoglalási áron tudják foglalni. Úti célokat tekintve talán nem meglepő, hogy télen a síparadicsomokat leszámítva az egzotikus országokat választják a legtöbben. Ezeknél a desztinációknál azonban számolni kell a gyakran nem rövid utazási idővel is. Van, aki nem szeret sokat repülni. Annak a legkedvezőbb lehetőség Egyiptom, Kanári-szigetek, ami elérhető repülési időn belül kedvező éghajlatú országok, még megemlíteném az Egyesült Arab Emirátusokat. Az utazó közönség viszont, aki igazán meleget akar, annak bizony hosszabb repülőútra kell számítani, mert az egzotikus országok egy átszállással, hát és 9-10 óra repülési idővel érhetők el átszállás után. A kedvezmények sávosan vannak az előfoglalási szezonban. Nem meglepő módon az elején vannak a legütősebb ajánlatok. Az általunk felkeresett irodában például augusztus végéig akár 20-25% engedményt is tudnak biztosítani a szállás árából, miközben a repülőjegy ára légitársaság függő, de ezekhez is általában olcsóbban hozzá lehet jutni ilyenkor. Szeptembertől aztán már egyre kisebb kedvezménnyel kell számolni. Last minute ajánlatok a téli utaknál is léteznek, bár ezeknél kisebb a kínálat, mint a nyáriaknál. Két új edzőt mutatott be szerdán a sajtóképviselőinek a Nyíregyházi Sportcentrum vezetése. Boris Majkovics Szekszárdról érkezett a kosárlabdázókhoz, ahol az akadémiai csapatok képzésében vállal szerepet. A versenyzőként Európa-bajnok Kovács Rita Debrecenből tért haza Nyíregyházára, hogy főállású edzőként dolgozzon az úszók sikereiért. Fejlődés, előrelépés bármelyik sportágban csak akkor várható, ha a szakmai munka minőségét is folyamatosan javítjuk, mondta Sitko Ernő, a Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatója azon a sajtótájékoztatón, amelyen két új edzőt mutattak be. A kosarasokhoz az elmúlt évben Lekli József érkezett, ezúttal pedig Boris Majkovicssal bővült a szakmai stáb. Akadémia akkreditáció megköveteli azt, hogy egy külföldi edző is legyen a stábban. Mindenképpen egy olyan edző kell, aki olyan országból érkezik hozzánk, amelyik magasabb színvonalon van, mint a magyar kosárlabda. Mi mindenképp szerettünk volna már egy ilyen külföldi edzőt, és Boris Majkovicsra jutott a választásunk. Itt sok szempont volt a kiválasztásban. Fontos volt az, hogy beszél magyarul, angolul, szerbül, illetve
emberileg is olyan ember legyen, aki át tudja adni a tudását is magas szakmai szinten. Boris Majkovics játékosként a 2004-2005-ös idényben szerepelt Nyíregyházán, edzőként pedig mind férfi, mind női vonalon dolgozott az NB1-ben. Ezen a nyáron is szerepet vállalt az utánpótlás válogatottak felkészítésében, szeptembertől pedig a Nyíregyházi Akadémia U14-es, U16-os és U18-as csapatainál tevékenykedik a játékosok fejlődését elősegítve. Mit jelent fejlődni? Most mindenki gondolja, mikor nyílsz és jó eredmény hoz, ez a fejlődés. Egy része igen, igaz. De fejlődés az is, ha fiatal játékosok indulnak egy pontról, és jön egy magas pontról, akkor az is fejlődés, ugyanaz. Amit nem jelent, hogy mindig lesz, hogy mondjam, győzelem volt befejezni, de ez a lényeg, hogy játékos látjanak, hogy mikor szezon kezd és szezon vége, hogy jobban vannak, akkor ez a fejlődés és ez a jó. Az elmúlt években szép eredményeket értek el a nyíregyházi úszók, akiknél több ok miatt is szükség volt a szakmai stáb megerősítésére. Jelen állás szerint most 6 edző van, ugye Sanyi bácsi, aki Gyulasán eddig vitte a gyermek, illetve serlő korosztályt, ő letette a sípot, nyugdíjba vonult. Egy edző kolléganőnk az Ózdon folytja tovább a felfutását, ezért most 6-an vagyunk, szeretnénk, ha ez a létszám kicsit még nőhetne, illetve hát egyetemről olyan sportszakos hallgatókat befogná az edzőképzésbe, akik ezt az úszást a szívükön viselik és komolyan gondolnák. A versenyzőként kétszeres Európa-bajnok Kovács Rita edzőként legutóbb Debrecenben dolgozott. A szakember szerint érdemes a fiataloknak áldozatot hozniuk a remélt sikerek érdekében. Azt gondolom, hogy már az is siker lehetne, hogyha 1-2-3 vagy minél több válogatott, utánpótlás válogatott, először is utánpótlás válogatott gyereket sikerülne kinevelni, mert ezért én Debrecenben láttam, hogy nagyon szép lehetőségeik vannak, és nagyon jó. Hát, ha az eredményesek és jó eredményeket érnek, akkor abból ezért nagyon szépen el is lehet kezdeni élni, és rengeteg támogatást kapnak a Magyar Úszó Szövetség felől. Az úszók egyébként a budapesti junior világbajnokságon versenyző Hatházi Dóra kivételével augusztusban pihenőjüket töltötték, a jövő hét elején azonban ismét elkezdődnek az edzések. Gól nélküli döntetlent játszott Ózdon a sényői futballcsapat az MB3 negyedik fordulójában. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 4 meccsen szerzett 4 pontjával a 10. helyen áll a tabellán. A sényű vasárnap a listavezető Deacot fogadja. Egyelőre a 4-es szám uralja a sényői futballcsapat eddigi bajnoki szereplését. 4 mérkőzés, 4 döntetlen, 4 lőtt, illetve 4 kapott gól, és ezzel 4 szerzett pont. A kakukk tojása helyezés ugyanis az Imrő László, Fiumei Viktor által irányított együttes jelenleg a 10. helyet foglalja el az NB3 keleti csoportjának tabelláján. Előbbi szakember szerint a pontok száma lehetne több, a helyezési szám pedig lehetne kisebb, ha az elmúlt 4 meccsen jobb lett volna a csapathelyzet kihasználása. Az első mérkőzésen a Debrecen 2-vel játszottunk, ott még azt mondjuk, hogy reális volt ez a döntetlen, hiszen voltak visszajátszóik, első bajnoki mérkőzés, stb. Második mérkőzésünk a Putnok ellen idegenben, ott picivel közelebb álltunk a győzelemhez, hiszen több helyzetet alakítottunk ki, 10 szögletet rúgtunk, az ellenfél egyet sem rugott, ott benne lett volna a 3 pont megszerzése. A harmadik mérkőzésünk a Tájával volt, 1-0-nál büntetőt hagytunk ki, utána gyorsan sikerült egyenlítenünk, 1-1 lett. Az ellenfél egy kontrából megszerezte a vezetést, 92. percben sikerült ugyan egyenlítenünk, de a második fél időben végig támadtunk, sajnos nem tudtuk berúgni a helyzeteinket. Az Ózdi mérkőzésen pedig azt kell, hogy mondjam, hogy talán reális volt a döntetlen, hiszen a 4 mérkőzés közül ezen a mérkőzésen játszottunk a leggyengébben, és a 75. percben pedig emberhátrányban voltunk. Sényűn érthetően várják az első győzelmet, de mint Imrő László elmondta, az öltözőben nem tulajdonítanak a kelleténi nagyobb jelentőséget a döntetlen sorozatnak. Nem igazán lehet érezni feszültséget a játékosokban. Nyilván ők is tisztában vannak azzal, hogy hullajtunk pontokat, és ez a végelszámolásnál hiányozni fog, de nem, egyelőre nincsen feszültség. A sényűre nem vár könnyű feladat a hétvégén sem, ugyanis a listavezető Deac érkezik Kapacináékhoz. Az 5. forduló további párosítása a következő, ESMTK Diógyőr 2, Cegléd Debrecen 2, Jászberény Putnok, Tiszaújváros Tája, Balassagyarmat Ózd, Eger Gyöngyös és 60 Füzes Gyarmat. Most pedig iratunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
A vágóhidak és a kereskedők egyelőre kompenzálják a sertéshús felvásárlási árának jelentős növekedését, de a drágulás hamarosan a boltokban is megjelenhet, akár 5-8%-kal többet is elkérhetnek ezekért az árukért. Az élő árak ugyanis ágazati kilátások szerint akár harmadával is emelkedhetnek a folytatásban. Az akár évekig is eltartó folyamat fő oka a sertéspest is kínai terjedése. Ma már a 10 éven aluliak ötöde fogyaszt napi rendszerességgel koffeint, a 18 éves korosztálya bezárólag pedig 68%-os ez az arány, hangzott el a Nyíregyházi járás egészségfejlesztési irodájának rendezvényén. Bár a stimulánszerek hatására éberebb és aktívabbá válhatunk, a pihenés kihagyása hosszú távon súlyosan egészségkárosító lehet, közölte a szakpszichológus. A konferencián több mint 50 szakember vett részt. 142 millió forintból korszerűsítették a nyíregyházi éviszt. Az intézmény épületében homlokzat, lábazat, padlásvödém szigetelés történt, valamint lecserélték a külső nyilászárókat, a radiátorokat és a kapcsolódó rendszer elemeket. A beruházás eredményeként az energiára fordítandó költségek jelentősen csökkennek a közeljövőben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 28-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap, azaz csütörtökön várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtök reggeli kevés fátyol és gomoly felhő várható, csapadék általában nem valószínű, esetleg egy-egy zápor zivatar előfordul. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Estig a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor zivatar. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül valószínű. A hétvégéig az ország nagy részén kánikula várható, sok napsütéssel, fátyol, illetve gomoly felhőkkel, néhol záporral, zivatarral. A jövő hét első felében keleten csupán néhány fokkal esik vissza a hőmérséklet, és csapadéknak is kisebb az esélye. A nyugati ország részben azonban egy hidegfront erős felhősödést, többfelé esőt, záporesőt, zivatart, szélerősödést és jelentősen lehűlést okoz.